Egyházi évnek két kiemelt előkészületi időszaka van, az advent és a nagyböjt. Az oktatási intézmény igyekszik segítséget nyújtani az iskola diákjainak abban, hogy akár csak karácsony előtt a tanulók a húsvét ünnepre is felkészülhessenek lelkileg. Ennek megfelelően az adventi időszakhoz hasonlóan lelkinapot szerveztek az intézményben. A lelkinap keretében az iskola 870 diákja három helyszínen egy-egy előadást hallgathatott meg. A közösségi házban Nagy Krisztián atya, a jászapáti katolikus iskolák érseki biztosa, a mezőkövesdi Széchenyi István katolikus szakképzőiskola aulájában Sós Tamás erdőtelki plébános atya, míg a Szent László templomban Lipcsák János atya, a kövesdi szakképzőiskola érseki biztosa tartott előadást a fiataloknak, melyek témája természetesen a húsvéti eseményekhez kapcsolódott. Az előadást tartó atyák Jézus Krisztus szenvedését, halálát és feltámadását próbálták meg közelebb hozni a diákok szívéhez. Az előadók bíznak benne, hogy a lelki nap sok diáknak segített felnézni Jézus keresztjére, melyből mindenki reményt meríthet ebben a sokszor reménytelennek tűnő világban. Húsvét egyik lényege éppen abban áll, hogy túlláthatunk a földi élet megpróbáltatásain, és felsejlik előttünk az emberi élet beteljesedésének igazi öröme, az örök élet reménye, emelte ki Lipcsák János atya, a mezőkövesdi Széchenyi István katolikus szakképzőiskola érseki biztosa.